Valószínűleg minden generáció elmondja azt, hogy hová fejlődik ez a világ, régen más volt, és annyira elcsúsztak az értékrendek, hogy ebben a világban már nem is lehet normális életet élni. Az elején az ember csak nevet és kikarikatúrázza a nagyszülőket, és közben azért sejti, hogy valami igazság lehet benne. Miért nem látunk meg vagy fogalmazunk meg új dolgokat, amelyeket a fiatalok is megértenek, egyetértenek vele? Biztos, hogy nem a meglátással van baj, hanem valami olyasmivel, amit pár évvel ezelőtt tapasztaltam. Amikor tudatosan arra kezdtem koncentrálni, hogy az életem milyen legyen, és melyik irányokba vigyem el, akkor már nem annyira érdekeltek azok az üres beszélgetések, amelyek egyébként szórakoztató. voltak voltak, sőt, összekovácsolták a baráti társaságot. Tényleg nem kritikaként mondom az üres fecsegéseket, hanem valljuk be, hogy minden nap ugyanarról beszéltünk. Azért ez ma is van kibeszéljük ezt az különböző témákat újra és újra jól megrágunk. A lényeg, hogy egyre több rendezvényre eljutottam, és a lényeg mindig a körülforgott, hogy kivel mit beszélünk meg, hogyan ismerkedünk, nem feltétlenül a csajozás miatt, nem is annyira üzlet miatt, hanem az ember szeretne feltöltődni, új dolgokat hallani, látni, és erre a legjobb az, hogyha új emberekkel találkozunk, megismerkedünk velük, és így egy teljesen új élettárul elénk. Nagyon csalódtam, mert nagyon ritkán jutottam olyan beszélgetésekhez, ami valóban újdonság lett volna számomra. Nagyon sok ismerősöm és barátom van, és nagyon sok érdekes beszélgetéseket folytatunk, sőt, ők olyan világot hoznak, beszámomra, be számomra, amely nekem vagy hiányzott, vagy az a nézőpont hiányzott, tehát tényleg érdekesek. Ezeken a rendezvényeken nem igazán volt kedvem beszélgetni, mert a témák nem voltak érdekesek. A legtöbbször az emberek ugyanarról beszéltek, mert volt olyan alkalom, hogy hetente kellett menjek valamilyen partira, és a partin nagyjából ugyanazok az emberek jelentek meg, és ugyanarról beszéltek folyamatosan. Ugyanarról semmit nem változott a téma. És ezzel az elszomorodással meg is nyugodtam, mert rájöttem arra, hogy nem én vagyok az, aki nem tud beszélgetni másokkal, hanem mások nem tudnak beszélgetni, és ugyanazokat a közhelyeket ismételgetik folyton folyvást. Sajnos az is a felismerések között van, hogy a legtöbbször ezek a beszélgetések csak úgy működnek, ha már ittak. Volt egy másik hosszantartó élményem, tulajdonképpen éveken keresztül tapasztaltam ezt, hogy volt több ember, akiket nagyon irigyeltem azért, hogy mindig energetikusak, mindig boldogok és partira készek. Én meg küzdöttem a munkámmal, a gondolataimmal, a fáradtsággal, a tervezésekkel, a megvalósítással, mindennel, és nem tudtam arra koncentrálni, hogy most boldog legyek, mert éppen party time van. És az egyik alkalommal lebuktak, rájöttem arra, hogy ezek nem ott isznak, hanem már előtte. Elkezdtem figyelni őket, és láttam, hogy amikor ittak, akkor boldogok voltak, és amikor szomorúak voltak, nagyon ritkán, akkor nagyon ritkán, de ott akkor nem ittak. Ahogy a partin kezdtek inni, megint vidámak voltak és szórakoztatóak. Ez az igazság nagyon elszomorított engem. De nem ezeket a sztorikat akarom kivesézni, hanem egy konklúziót szeretnék elmondani. A konklúzió apropója, hogy megint előadást tartottam Budapesten a Dokler teremben, és a téma az volt, hogy értéke az életem. A témát én választottam, mert nagyon fontosnak tartom, de éppen ezzel együtt közhelyesnek is. Ahogy készültem az előadásra, egyszerűen nem találtam olyan fogást a témában, hogy ne legyen közhelyes bármilyen megállapításom. Értékes az életet hogy ne lenne értékes. Mindenki élete értékes? Természetesen. Hogyan lehet értékes az életed? Úgy, hogy segítesz másoknak, és mások értékelik azt, amit csinálsz, tehát értékes leszel számukra, így értékes lesz az életed. Kinek segítsek, hogy értékesebb legyen az életem? Nyilván olyannak segítsél, akinek szüksége van, ő fog a leginkább értékelni téged. Alkalmas vagyok egyáltalán arra, hogy valakinek segítsek, van elég tudásom hozzá? Természetesen alkalmas vagy, csak nézd meg, hogy mihez értesz a leginkább, és ami a legjobban megy, abba teljesedjél ki, add át a tudásodat, vagy add át a produktumot, amit csinálsz, és értékelni fogják az emberek. Értékes lesz az életed. Melyik szakmát válaszom ahhoz, hogy értékes legyen az életem? Ne a szakmát válasz meg, hogy értékes legyen, hanem a szakmát csináld úgy, hogy az értékelhető legyen. Rengeteg olyan ember van, aki nagyon komoly szakmával rendelkezik, de nem csinálja úgy, ahogy kell, vagy úgy, hogy olyan eredményeket tudjon hozni, ami másoknak értékes. A szakma nem számít, a cselekedet számít. Miközben összeszedtem a gondolataimat a témával kapcsolatban, és az előadásra, eszembe jutottak ezek a sztorik a partikról és a vidám arcokról, és a témán felül az a kérdés fogalmazódott meg bennem pluszban, hogy vajon az emberek meddig mondogatják ugyanazt, vagy meddig beszélnek ugyanarról a témáról. Szerintem az egyik variáció az az, hogy addig beszélnek róla, ameddig ki nem elégülnek benne. amit kielégültek benne, keresnek valami más témát, és abban mélyednek bele, mondjuk hónapokon keresztül. A következő válasz szerintem meg az, hogy addig beszélnek ezekről a témákról, ameddig a hallgató közönség meg nem érti azt, amit mondanak. A közönség lehet egy ember, lehet egy társaság, lehet egy publikum. Vettem egy nagy levegőt, és arra a jutottam, hogy ez az este sok unalmas közhelyekből összerakott érdekes előadásról kell szóljon, tehát nem zavar az, hogy közhelyekről beszélek, nem zavar az, hogy megismétlek bizonyos dolgokat, amelyeket mindenki tud. Az a lényeg, hogy az emberek megértsenek valamit, hogy ők értékesek. Mindenki értékes. Hogyha a kérdés az, hogy értékesek-e a közhelyek, ugyanaz a válaszom, mint nagyon sok mindenre, hogy nem a közhelyeket kell nézni, és nem azok tartalmát, hanem a szándékát. Ha a szándék a tanulás az ismétlésen keresztül például, akkor a közhelyek értékesek tudnak lenni, mert valamikor a megértéshez csak úgy jutunk el, hogy nagyon egyszerűen, nagyon primitív módon magyarázunk el valamit. Úgy, hogy az mindenki számára megérthető, naprakész, alkalmazható legyen.